behúzódik saját térfelére, és onnan igyekszik majd gyorsan kijönni. Mindenkinek van védő feladat. Andic. Andic fejjel megtolja. Aztán viszont egyedül maradt ott Józsi. A legtöbb, ami ebben a játékhelyzetben benne volt, az az, hogy Milanovićon kiharcolt egy szabálytalanság. Ügyesen tolta meg jó. Ez még hozzá jön Ahiu Pera és Gangurava, akik egész ősszel nem játszhattak súlyos sérülések miatt. De ezeket a sérüléseket, ahogy Pintér Attila. Milanović. Nagy. Még kettes csapatban szerepelt. Nagy Dániel. Milanović. Ennek azért van jelentősége, mert így három. Milanović. Andic. És egy becsúszás, és nincs kint a labda. Sebők még elcsípte Milanović becse után. Nem volt tehát még olyan bajnoki, ebben a szinoki gól nagy részét, egészen pontosan 23-at a második tudás. Milanović visszaemeli a jobb oldalra. Milanović. Nagy Dániel, jó volt a testcsel. Nagy Dániel lőni nehéz, lekészíteni viszont lehet, Stevanović. Nem ért hozzá a labdához, kirúgás jöhet majd. Milanović. Ő most már próbálkozott néhányszor ezen a meccsen. Ez is ígéretes lövés volt. Hatalmas erő van benne. A végén elindul fölfelé. Letelt a rendes játékidő a második félidőben. Jön tehát a ráadás, amely 2 perces lesz majd, és egy cserével indul. Berde István érkezik a pályára 49-es számmal. Az utolsó 2 percre Kismát váltja majd Berde. Nem játszott még bajnoki mérkőzésen a nagy csapatban Berde István. A Honvéd elleni legutóbbi mérkőzésen a második csapatban viszont gólt szerzett, amikor 5-1-re nyert az Eto második csapata. Összesen 4-szer volt eredményes a Győri Eto 2-ben. Kismáté helyett tehát Berde. Az utolsó 1 perc 20 másodpercre. Rudnyevsz góljával vezet az Zalaegerszeg Nyíregyházán. Ez pedig egy